Én Taszáron nőttem fel, a taszári repülős ezred környezetébe, ahol olyan emberi, tárgyi és természeti környezet vett körbe, ami meghatározta a személyiség, egyéniségem fejlődését szinte egész életemre. Olyan lehetőségekkel élhettünk itt a 70-es évek, 50-es évek körül, ami nem volt jellemző még a városi szinten lakó gyerekeknek se. Kiváló sportolási lehetőségek, ahol meg tudtunk ismerkedni a teniszezés, az úszás, a labdarúgás, a kerékpározás, önvédelmi sportok alapjaival, labdajátékok, röplabda, tehát rengeteg sporttal tudtunk kapcsolatba kerülni már egész kicsi korunkban. Hívtak asztali teniszezőnek, több versenyt nyertem. Végül is a labdarúgást választottam, akkor az volt a legnépszerűbb a gyerekek körébe. Felnőtt koromra olyan hatással volt rám, hogy én elhatároztam, hogy olyan edző leszek, aki sokoldalú. És ennél fogva mindig új utakat kerestem, akkor, mint labdarúgó edző dolgoztam, és próbáltam új utakat, új impulzusokat keresni a labdarúgó gyerekeim, én csak utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, labdarúgó gyerekeim edzésére. És Tolna megyébe szinte elsőnek hoztam be a ovi focit. Akkor, amikor ezzel elkezdtem Tolnán foglalkozni, a ismerő szakemberek azért mind csóválták a fejüket, hogy hát ez azért még korai talán. Hát örömmel tapasztalom, hogy azóta már a csapból is ez folyik. 20-30 évvel ezelőttről beszélünk szinte, az akkori gyerekek alapképzettsége sokkal magasabb szintű volt. Később a gyerekek ilyen irányú képzettsége már nem ütötte meg azt a mércét, hogy ne kelljen fejleszteni őket. És én nem sportág specifikusan kezdtem el foglalkozni a gyerekekkel, hanem labdajátékok, korcsolyázás, teniszezés, tehát alapsportok alapjait tanítottam a gyerekeknek, és azt tapasztaltam, hogy majd később, amikor kijön az, hogy melyik sportág felé orientálódik mentálisan. Nekem van egy alapképzettségem, mint síoktató. Ennek folytán kapcsolatba kerültem magas szintű korcsolyázást űző sportolókkal Szlovákiában, Magas Tátrában. És ők megtanítottak olyan szinten korcsolyázni, hogy elhatároztam, hazajövök, és ezt a sportot kezdem el népszerűsíteni a városba, mert ilyen irányú szakember nincs Tolna városában. Most már egy olyan szintű jégkorong egyesület működik Tolna megyében, egy nagyon szuper csarnok segítségével, ahol ezeket a Tolnán lerakott alapokat itt a gyerekek tovább folytatják, és egész magas szintre tudnak eljutni. Lépegetek mindenki, akinek csúszik a korcsolyája, előre, az fogja meg a térdét. A sport öltötte ki az életemet, dolgoztam sportvezetőként, létesítményvezetőként, edzőként, és azt láttam, hogy azok az emberek, akik nem találják meg a helyüket a világban, nem találják meg azt, amivel örömmel foglalkoznának, azok az emberek nem élnek örömteli életet, mint amilyet nekem sikerült. És én ezt az örömteli életet próbálom átadni a gyerekeknek a sporton keresztül.